Sziasztok srácok, itt Zsomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban a Sietek csatornáján, és a mai napon a Nokia-nak két telefonját fogjuk megnézni, a Nokia 5.1-et, valamint a Nokia 7.1-et, ezt a kettőt fogom igazából összehasonlítani, elmondani, mit érdemes tudni róluk, ugyanis a közmédiában nincsenek annyira benne ezek a telefonok, mint kinének. Egyébként ez ilyen középkategóriás telefonnak mondható, annak is a teteje. Kíváncsi vagyok én is, hogy mit gondoltok róla, ezekkel fogunk ma foglalkozni. Azért gondolom, azt mindenki látja, hogy ránézésre a két telefon nagyon-nagyon hasonló, méreteiket nézve teljesen ugyanolyanok, vannak kisebb különbségek a két telefon között, például ez a notch is, ami most így nem tudom mennyire látszik, de az is egy különbség, de egyébként nem annyira különböznek a telefonok, csak belül, amit nyilván ránézésre nem tudom megmondani. Színek is nagyon hasonlók, tárhely, minden. Igazából nagyon-nagyon-nagyon hasonló telefonokról van szó, viszont mégis a 7.1 sok mindenben felülmúlja az 5.1-et. Operációs rendszer mind a két telefonnál az Android Pie 9-es, valamint 32 GB az alaptárhely, ez a 7.1 esetén 64 GB is lehet, de természetesen microSD-vel bővíthető mind a kettő, azért az androidos telefonoknál ez szokott lenni átlagban a felhasználóknál, hogy inkább microSD-vel bővítik, aztán mondjuk viszik át a következő telefonra, vagy hasonló. Az operációs rendszer, mint említettem, megegyezik, alig látni különbséget a kettő közül. Nekem kicsit látszódott, tehát én nem vagyok egy nagy androidos felhasználó, ezt gondolom ti is tudhatjátok. Hát én vagyok a béna, én nem teljesen értek az Androidhoz, de azért van egy-két kisebb különbség szerintem. Valamint srácok, hagyj áruljak el nektek még pár dolgot, ugyanis nem csak ennyiben hasonlít a két telefon, ugyanis mind a kettőn például USB-C van, az előlapi kamerája mind a kettőnek ugyanolyan minőségű, 8 megapixeles egyébként, ami tökéletes, nagyon király képeket lehet vele csinálni. Hangszórók tekintetében is teljesen ugyanaz a kettő, valamint ilyen mindenféle érzékelő, gyroszkóp, Bluetooth, új lenyomatolvasó, az teljesen megegyezik a két telefonnál. Színek tekintetében az 5.1-nél fényes fekete, fényes fehér és fényes íjkék variációk érhetőek el, míg a 7.1-nél fényes éjfélkék és fényes acél színekben tudnak pompázni ezek a telefonok. De hát nyilván a két telefon között leginkább teljesítményben van különbség, valamint kijelző szempontjából is. Teljesítmény tekintve a 7.1-ben 4 GB RAM, a 5.1-ben pedig 3 GB RAM található, mind a kettő elég, tehát nyilván minél több, annál jobb. Valamint processzor is jóval erősebben a 7.1-ben, az 5.1 sem gyengélkedhet, de hát nyilván egy jobb telefonba jobb processzor is kerül. Nos, srácok, térjünk is rá egy kicsit a kijelzőkre. Mind a kettő 5,8 colos kijelzővel rendelkezik. Mint már említettem, a notch tekintetében van egy kis különbség, ugyanis a 7.1-nél sokkal kisebb, míg az 5.1-nél pedig hát nagyobb. Olyan mint az iPhone-oknál. Valamint nekem egy dolog, ami nem tetszik itt az 5.1-nél, az az, hogy a notch-nál a kijelzőnek a háttérképe az nem megy ki a notch-ra. Ezt nem értem, hogy miért, ez a 7.1-nél így van, az 5.1-nél nem. Érdekes. Valamint ami még szintén érdekes, hogy 19,9-es képarányal dolgozik mind a két telefon, szóval elég nyújtott a dolog. HD plusz felbontás van az 5.1-nél és Full HD plusz a 7.1-nél, valamint 2,5-ös Gorilla Glass 3 van a 7.1-nek az elején. Egyébként nem ez a két Nokia telefon az első Nokia termék, amit tesztelünk itt a csatornán, ugyanis van egy 5 kamerás szörnyeteg a Nokia-nak, a PureView, ezt már teszteltük egy korábbi videóban, az első között volt, szóval ha gondoljátok, akkor csekkoljátok le. Az a Nokia-nak most a csúcs kategóriás készüléke, ezek pedig egy kicsivel alatta helyezkednek el. Mostanában egyébként a Nokia kezd visszajönni, ugyanis most nagyon megnyomták az okostelefon piacon magukat, ez a két telefon is szerintem nagyon királyra sikeredett, és beszéljünk akkor most a kameráról, ugyanis a kamera is egy nagyon fontos része nyilván a telefonnak. Mind a kettő két kamerával rendelkezik, szerintem ez a mai világban már elfogadott, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak, de ami nekem nagyon érdekes, és nem teljesen értem, az az, hogy az 5.1-nek jobb a kamerája, mint a 7.1-nek. Mondjuk nem sokkal, de jobb. Őszintén szólva, kamerák tekintetében nem volt túl nagy elvárásom a két telefont, ugyanis teszteltem már korábban mindenféle Huawei, meg Samsung telefonokat, 4, meg nagyon durva 3 kamerával, vagy 5 kamerával, ha már itt tartunk.
És nem voltam nagy elvárással, viszont azt kell mondjam, hogy felülmúlták az elvárásaimat, ugyanis nagyon-nagyon jó képeket csinálnak, bőven elég átlagos felhasználásra. Most már mindent elmondtam a két telefonról, szeretnék egy kicsit beszélni az előnyeiről, a hátrányairól, a szokás szerint. Azért tényleg elég hasonló a két telefon, így előnyeik is, hátrányaik nagyjából ugyanazok. Az első, amit még nem említettem, és különbség a két telefon között egyébként, hogy a 7.1-nél itt fémkeret van, míg az 5.1-nél műanyag. Ez igazából nem tudom, mennyire lehet fontos nektek, én azért a fémet jobban szeretem fogni, a műanyag pedig kevésbé minőségi, mint mondjuk a fém. Ami nekem nagyon nem tetszik, és ez Nokia összes telefonjánál szinte így van, mármint hogy 10 éve így volt, az még azt mondom, hogy oké, lehetett volna nagyobb kijelző, ha lehagyják a Nokia feliratot, de hát így döntöttek, hogy odarakják. Ami negatívum még, és én ezt nem teljesen érzem át, mert sosem volt Androidom, de nincsen benne értesítő LED, ami szól, hogy leoldott kijelzőni, hogy haló, jött egy értesítésed, haló, old fel a telefont, ilyen nincs rajta, nem tudom, nekem sosem volt, ha neked volt és szereted, akkor ez kár, mert ezeken nincs. És most már csak a szokásos két kérdés maradt hátra, hogy hol és hogy mennyiért, hol máshol a pofon.eu-nál, mennyiért. 5.1 65 ezer forint, 7.1 85 ezer forint, és egyébként van még egy 6.1-es variáció is, amit nem néztünk most meg, mert elég érdekes lett volna egyszer három telefont összevetni, bár az is nagyon-nagyon hasonlít erre a kettőre, mindenféleképpen csekkoljátok le azt is, hogyha nem tudtok dönteni esetleg a kettő közül. És hogyha srácok tetszett a videó, akkor nyomjátok egy lájkot, és hogyha még több tech tartalomra éheztek, akkor ne felejtsétek el feliratkozni és megnyomni a csengőt, és ha ti is siettek, akkor vegyetek Nokiát, és sziasztok!